az előttünk álló napokban tovább fokozódik a júliusi hőség. Vidékünkön akár 40 fok körüli maximumokat is mérhetünk. Nagyon oda kell figyelnie mindenkinek magára és környezetére, kifejezetten a kisgyermekekre és az idősekre. Ez az időjárás ugyanis mindenki szervezetét megterheli. Csapadékra egyelőre nincs kilátás térségünkben. A várható maximumok 38 és 40, míg a minimumok 21 és 25 fok között alakulnak a napokban. A késő esti éjszakai órákban többségében továbbra is gyengén felhős ég volt a valószínűbb, ismét meleg lesz a hajnal, a hőmérsékleti minimumok 21 és 26 fok között alakulnak. Pénteken Vajdaság szerte forrósággal, perzselő napsütéssel kell számolnunk, néha gomoly felhők zavarhatják meg ugyan a napsütést, de térségünkben továbbra sem várható csapadék, 38 és 40 fok közé melegszik a levegő. A hétvégére sem lesz változás az időjárásban, sőt, tovább fokozódik a hőhullám és a sok napsütés. Vakáció ide vagy oda nem árt az óvatosság, a 11 és 15 óra közötti időszakban, ha tehetjük, kerüljük a napfényt, ugyanis ebben az időszakban helyenként extrém erős UV-sugárzás miatt akár 10 perc alatt is le lehet égni. Figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és védjük bőrünket az erős napfénytől. Az északi szél néha megélénkül, a hőmérő higanyszála akár a 40 fokot is elérheti. A jövő hét első napjai sem ígérnek még érdemi változást. Derült, erős napsugárzást és délutánonként némi gomoly felhősödést jósolnak vidékünkre a meteorológusok. 39-40 fokos értékekre van kilátás. A régió országaiban is igazi nyári melegre lehet majd készülni pénteken. Zágráb, Szarajevó és Podgorica környékén 34 fokot, míg Ljubljana közelében némileg alacsonyabb értéket, 32 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szeged, Belgrád, Bukarest és Eszély közelében azonban akár a 38-39 fokos csúcsértéket is elérheti a hőmérő igányszála.